Az alapanyag összeszerelése mindig attól függ, hogy ki mit ajánl fel tőlön, mert ha van sok felajánlás, akkor lehet válogatni, aztán mindig a szebbet elhozni. De idén igen jó sikerült felajánlás szentgyörgyi helyből. Egész szép látni ott mögöttem a háttért, hogy magáért beszélnek a dolgok. Túl sok mindennel nem lesz másabb, hiszen szinte ugyanazokat az anyagokat használjuk fel a Betlehem építésére is, díszítésére is. Talán néhány növény most nem fog szerepelni, mások meg igen, de én úgy gondolom, hogy ez nem fogja igazán megváltoztatni az egésznek az összképét. Idén jobban sikerült összeszervezni. Jönnek valaki délelőtt, vagy egész nap itt van, lehet is dolgozunk pár órát délután hosszabban. Van, aki csak munka után, mondjuk én szabadságon vagyok, nekem ugye mindegy. De örök, legnap 11 fővel dolgoztunk este. Általában 8-9 fő az általában minden nap megfordul. Hát én nem kihívásnak tartom most már igazán, számunkra ez mindig inkább ünnep, legalábbis az én számomra az, hogy itt lehetek és részt vehetek ennek az építésében. Bár tényes való, hogy nagy munka sokáig tart, tehát azért egy hétig építették a férfiak azért ennek az egésznek az állványzatát például, amiben én nem vettem részt, én itt a díszítés részében veszek részt, ez már inkább a könnyebb munka és a kicsit művészibb része a dolognak. Ugye az alapszerzetet nem tudjuk bővíteni, mert az adott, ennél jobban nem lett, de hát a háttérképek azok mindig másabbak lesznek. Ilyen lesz egy kuriózum, de hát az még majd a látogatóknak tartogatjuk még ezt az egészet. Remélem majd tetszeni fog mindenkinek. Tehát azért én itt az egész bal oldalát építem a Betlehemnek, a kollégám a jobb oldalát. Igazából az, hogy indítatásom mindig van arra, hogy egy kicsit változtassak, amennyit enged a tér, a terep, a felhasználandó anyagok, de ezt azért kreatívan meg lehet oldani. Szeretsz a természetes anyagokkal dolgozni? Nagyon, nagyon, nagyon. Azért ennek lelke van. Már eleve az is, hogy gyűjtünk előtte, tehát már annak is nagy szerepe van, már egy kis plusz lélek benne van, főleg amikor itt felhasználjuk őket. Hát néha van, ami nem jön be, itt közben látjuk, hogy az oda mégsem lesz jó, amit tegnap oda tettünk, most is van olyan, úgyhogy azt most majd kivesszük belőle, akkor jön valami jó ötlet, és akkor pótoljuk mással. A betlehemezés ebben az évben sem maradhat el? Nem, tervezünk, hát most már csütörtökre próbát hívtam össze a csapatnak. Hát ugye vasárnap már mutathatjuk azért a betlehemezés minden szentmise után. Remélem, hogy is majd a faluba is sikerül, ugyanúgy, mint eddig.